Ну, под Киванокен, ну, только ваше уже поюк. А кирко эзотерику с собой это вместе. Most nézzünk egy nagyon érdekes témát, mégpedig azt, hogy a mai világban miért is helyezik magukat a nők a férfiak fölé. Ne gondoljuk, hogy én antifeminista vagyok, nem, én nagyon is nőpárti vagyok természetesen, de ezek ilyen pszichológiai kérdések, amit jó, ha nők is értenek, és jó, ha férfiak is értenek. A világunk teljesen megváltozott, miután vízöntőkort élünk. Hát a vízöntőkorban semmi sem olyan, mint amilyennek tűnik. Minden más, tudják jól. Tehát a férfi-női viszonyokban is ez megjelenik. Nagyon gyakran. Régebben alap volt, hogy a nő tisztelte a férjét. Hát muszáj volt neki tisztelnie még 100 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt, mert nem volt hova mennie. Tehát nem volt más választása. Ha meg már ez nem alap, ha a férfi nem cselekszik úgy, ahogy kellene, rögtön kiesik a pixisből, és a nő már nem fogja őt tisztelni. Megváltoztak a szerepek, megváltoztak a szerepkörök. Bár néhány alapvető dolog megmaradt, azt jóval tudjuk. Nincs is ebben semmi rossz. Csak jó, ezeket a dolgokat ismerjük. Ezért szeretnék erről beszélni. Teljesen az elején kezdem. Nagyon érdekes, hogy teljesen más dolog, amikor nők jönnek hozzám konzultációra, teljesen más dolog, amikor férfiak jönnek hozzám konzultációra. Amikor a nő eljön, akkor a kezdetektől fogva feldolgozzuk a problémát. Teljes terápiával részesül. Amikor a nő eljön, akkor nagyon gyakran arról kezdünk beszélgetni, hogy az ő családjában valami nem jól működik. Elmondja, hogy úgy érzi, hogy valami nem jól működik a férjével, nem jól működik a gyerekével, tehát elmeséli a problémáit. És mi ezen az egészen átmegyünk, átrágjuk magunkat, átdolgozzuk. Amikor a nők lelki állapotával dolgozom, és az megváltozik pozitív irányban, akkor a nő körül az egész világ megváltozik pozitív irányban, a párkapcsolata is. Olyankor a munkahelyükön is sok minden javul. A férfiak teljesen másképp jönnek el beszélgetésre. A férfi általában csak akkor jön el, amikor már minden elveszett. Elhagyott a feleségem, elhagyott a barátnőm, vagy már fél éve elhagyott. Csináljon már valamit, hogy visszajön hozzám. Mondjon pár varázsszót, és ettől meg fog változni. Ilyenkor felszoktam tenni a férfinak a kérdést, hogy ő most pszichológiai konzultációt szeretne, vagy mágikus konzultációt. Hiszen nem mindegy, a módszerek nem ugyanazok. Ugye a pszichológiai konzultációkban nincsenek varázsszavak. Itt pszichológiai módszerekkel kell megoldani az emberek problémáit. A férfiak nagyon gyakran azzal az egyszerűnek tűnő kérdéssel jönnek, hogy csináljuk meg azt, hogy a viszony ugyanolyan legyen, mint korábban volt. Igen ám, de általában, amikor a férfi eljön hozzám konzultációra, akkor már nincs lehetőségünk ugyanazt megcsinálni, ami korábban volt, hiszen a férfi már minden hidat felégetett a viselkedésével. A férfiak szörnyen nem tudják, hogyan kell viselkedni a nőkkel. Van kivétel persze, de én csak az átlagról beszélek. Tehát, hogyha vissza is lehet hozni a nőt, ez már nem lesz ugyanolyan a kapcsolat, mint korábban. Mondjuk egy éve már elvált az egyik páciensemtől is a felesége, szegény még mindig vergődik, problémái vannak lelkileg, idegileg. Neurotikussá vált. Ő szeretne, ha minden olyan lenne, mint korábban, ha szeretetben élnének a feleségével, de hát elkésett, olyankor kell eljönni konzultációra, férfinak is, amikor érzi, hogy
Itt valami nem stimmel, kezd el rólni egy párkapcsolat. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor a folytatást gyorsabban meglátják. Viszontlátásra!